Anton viheti el a megpattanó labdát, Anton most egy lépés előnyben, ott az érkező ember, és ott van a vezető újpesti találat az első negyed óra végén, Stanislav Jevic! Antont kell dicsérni, na meg Csibuabuát, aki valahogy ide hátra jött a középpályára, a felező vonalhoz, megszerezte a labdát, némi szerencsével Antonhoz került, aki végig nyargalt a bal oldalon, beadta a labdát, és némi szerencsével azért oda került Stanislav Jevic elé, ki bepasszolta, ott jön Simon, ezt még bravúrral védi német, aztán pedig nemes egyszerűséggel spiccel elgurítja a már fekvő kecskeméti kapus mellett a labdát, Stanislav Jevic, Újpest Kecskemét, 1-0.